Elena Panda a kínzó fájdalomoktól szenvedett 2 évig, amikor csak kinyitotta a száját. Az orvosa operációt javasolt, de Elena másfajta gyógymódot vett igénybe. Úgy 2 évvel ezelőtt kezdődött. Nagyon fájt az állkapcsom, amikor kinyitottam a számat. Nem mertem almát, répát vagy hasonlókat tenni. Az állam kimozdult a helyéről, és becsukni se tudtam a számat. Irtózatosan fájt. Elmentem az ügyeletre, és valahogy elmutogattam, hogy mi a bajom, mert még beszélni is alig tudtam. Az orvos megröntgenezte. Aztán egy kicsit megrémültem, hogy most mi lesz, hogy nem tudom majd a megszokott dolgokat csinálni. Ezért elkezdtem megvallani Isten igéjét. Tanításokat olvastam a hangos megvallás fontosságáról. Az Ézsaiás 53-at vallottam meg, azt, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk, ami azt jelenti, hogy én már egészséges vagyok. De aztán 3 hónap múlva megint kimozdult az állam, és megint a sürgősségi betegellátáson kötöttem ki. Az orvosok azt mondták, hogy sajnos ez nem fog elmúlni, és operációra van szükségem. Erre én azt mondtam, hogy Uram, ez nem lehet. Ugyan hallottam, hogy mit mondanak nekem, de én ezt nem fogadom el a Jézus nevében. Aztán egy napon a 700-as klubot néztem, és a műsorvezetőkön keresztül megjött a válasz. Terry azt mondta, hogy valakinek a tévénézők közül az állkapcsa ki van akadva, és kínzó fájdalmai vannak, mintha áramütés érné, amikor megmozdítja az állát, és kisugárzik a fejébe és az arcába is. De Isten most meggyógyítja, és helyre teszi az állkapcsát. Most már teljesen szabadon tudja mozgatni az állát, és nem lesz többé fájdalma. Én azonnal megragadtam ezt, és azt mondtam, hogy köszönöm, Uram, és elkezdtem ugrálni. Most már 1 éve lesz, hogy teljesen meggyógyultam, és azóta sincs fájdalmam. Nyugodtan ehetek almát, répát, bármit, az állkapcsom tökéletesen mozog. Jézus nevében teljesen meggyógyultam. Istennek semmi sem lehetetlen.